könnyű így rajzolni. Izdatta Jancsi. A tanító úr meghagyta, hogy le kell rajzolni Magyarország folyóit. Hát Jancsi maga elé is tette a papírost meg a térképet, s olyan kacskaringós tiszát rajzolt a papírosra, hogy nincs az a hal, amelyik el tudott volna benne igazolni a Dunáig. – Mitől füstöl úgy a fejed, Jancsi? – kérdezte nagyapó. – A folyókat rajzolom – felelte Jancsi. Aztán akkorára találtam csinálni a tiszát, hogy a duna már nem fér a papírosra. Nagyapó megnézte a rajzot és fejet csóvált. Semmi se könnyebb, mint térképről rajzolni. Van-e itthon benzin? Amivel a ruhából a pecsétet tisztítják? Az! Bizonyosan van, édesanyámnak. Nagyapó tiszta papíros tett az asztalra, aztán rongyoskát vett elő és bekente a papíros benzinnel. Hát a papíros egyszerre olyan átlátszóvá változott, mint az üveg. Ráfektették a térképre. Gyönyörűen átlátszott minden folyó. Akkor Jancsi meghúzta ceruzával minden folyónak a vonalát. Mikorra elkészült, a benzin is elpárolgott, s a papíros megint olyan lett, mint előbb volt. Nem volt azon többé nyoma se a benzinnek. Hanem ezt csak nappal szabad csinálni, mondott a nagyapó, mert a benzin úgy ég, mint a petróleum. Rajzolni különben is csak nappal szabad, mikor a szemünk nem romlik, mint a lámpásnál.